Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Önök az Oxigén Televízió esti híradóját látják. Március 3-án csütörtökön. Rekordévet zárt 2015-ben az Audi Hungária. 1150 doboz zárjegy nélküli cigarettát foglaltak le a NAV ellenőrei Rajkánál, és távozik a szezon végén Kovacsics Anikó a győri Audi Eto KC csapatából. A részletek azonnal jönnek, de előtte mutatjuk, hogy mivel foglalkozunk még ma esti adásunkban. 10 évvel ezelőtt megrendelt marketing szolgáltatást fizettetne ki egy cég Gyűrűfaluval. Ilyen megrendelésről azonban a polgármester nem tud, és fizetni sem hajlandó. 200 millió forintot költ Győr a városi buszközlekedés fejlesztésére. Erről is döntött a közgyűlés. A híradónk által megkérdezett utasok szerint új járművekre és összehangoltabb menetrendre lenne szükség. 28-19-re tudott győzni a győri Audi Eto KC a női kézilabda NB1 szerdai játéknapján a Debrecen otthonában. A zöldfehérek így továbbra is vezetik a tabellát, igaz, az egy pontos hátránnyal álló Ferencváros egy meccsel kevesebbet játszott. És változóan felhős időjárás várható a következő napokban, helyenként csapadék is előfordulhat, a részleteket adásunk végén mondjuk el. Minden eddiginél több motor és autó készült 2015-ben az Audi Hungáriánál, hangzott el a vállalat sajtótájékoztatóján a németországi Ingolstadtban. Az árbevételek ennek köszönhetően elérték a 7,9 milliárd eurót, 2016 egyik legfontosabb feladata pedig az Audi Q3 győri sorozatgyártásának előkészítése lesz. A részletekkel Szentgáti Csaba jelentkezik a helyszínről. Rekordévet zárt az Audi Hungária 2015-ben, erről számolt be a vállalat Ingolstadtban szokásos évértékelő évösszegző sajtótájékoztatóján. Motorból több mint 2 millió, autóból pedig több mint 160 ezer készült Győrben, és a munkatársak száma is meghaladta a 11.400-at. 2016-ra pedig a legfontosabb cél az Audi Q3 bevezetésének előkészítése a vállalat számára. Ami pedig az Audi AG-t illeti, nos itt is rekordokról számoltak be a vezetők, hiszen világszerte több mint 1,8 millió autót értékesítettek, ami 3,6%-kal több a tavalyi értéknél. És hát 2016 is sok meglepetést, illetve kihívást tartogat majd a vállalat számára, hiszen több mint 20 új és átdolgozott modell bevezetését tervezik. A sajtótájékoztató egyik legnagyobb attrakciója az Audi SQ7 TDI bemutatkozása volt. Ez az autó 435 lóerős, 4 literes TDI motorhajtja, üzemanyagot pedig 4,7 litert fogyaszt 100 kilométerenként. További részletek a holnapi Oxigén Televízió híradóban láthatók majd. Egyre gyakoribb, hogy bizonyos cégek önkormányzatoknál, egyesületeknél és társadalmi szervezeteknél nyújtják be a számlát különböző meg nem rendelt szolgáltatásokért cserébe, mondta egy híradónknak nyilatkozó jogász. A közelmúltban Gyűrűfalu polgármestere is kapott egy telefonhívást, állítólag a korábbi elődje rendelt egy marketing szolgáltatást, ami csaknem 10 év után most készült el. Ezért kellene a falunak fizetni. Gyűrűfalu polgármesterét a múlt héten kereste fel egy hölgy, hogy elkészült az, amit közel 10 éve rendelt meg a falu, ezért pedig fizetni kéne. 2 évvel ezelőtti polgármester uramra név szerint hivatkozott, hogy ő rendelt meg tőlük egy szolgáltatást, amit most ők elkészítettek, és akkor szeretné bejelenteni, hogy készre jelentik a munkát, és küldeni a számlát erről a szolgáltatásról. A falu egykori polgármestere állítólag egy marketing szolgáltatást rendelt meg, ami magába foglalja a település különböző internetes oldalakon, fórumokon való reklámozását. Csipőből hantázta, hogy miért lesz jó ez Újfalunak. Visszakérdeztem neki, hogy most drága, hogy oké, csinált egy honlapot, ahol Újfalut fogja népszerűsíteni, de mondom, hát aki Újfalut keresett, beírt ki, hogy www.gyurujfalu.hu, és mondom, rögtön bennünket dob ki. Tehát mondom, nem értem, hogy erre nekünk miért van szükségünk, hogy a telkeket ezáltal majd jól lehet értékesíteni, hogy támogatók jönnek a faluba, hogy beköltöznek majd ide, cégek ezáltal nő az iparüzési adó. Tehát félelmetes, hogy milyen kamu szöveget lenyomott ez a hölgy hosszú perceken keresztül, hozzáteszem. A polgármester nem tud arról, hogy elődje élt volna a szolgáltatással,
Újfalu pedig nem fizet azért, amit nem rendelt meg, mondta el híradónknak Nagy Imre Attila, és ezt az őt kereső hölgyel is közölte. Tudom, azért ne haragudjon, hát lassan évtizedekről beszélünk, hogy nem tetszenek valami gyorsak lenni, tehát most miért fizetnék én ilyenért? És ez alól is pikpak kibújt, hogy nekik nagyon sok munkájuk volt, most készült el, de tudtom rajta, hogy ez már kész van, tehát nekünk ezt fizetni kell. Úgy vártunk el egyébként, hogy ilyen burkolt fenyegetőzéssel, tehát ő nyilván megfenyegetett, hogy nekünk ezt már ki kell fizetni. Én mondtam neki, hogy egész nyugodtan addig álljon egy lábon, amíg ezt Újfalu ki fogja fizetni, de ne lepődjön meg, hogyha el fog zsibbadni. A polgármester ott jártunkkor felhívta az állítólagos céget, de nem érte utol azt a hölgyet, akivel előző héten beszélt. Azt megkérdezhetném, hogy milyen KFT? Tehát azt értettem, hogy konzultív. Egy cég is van, tehát itt ez egy szárunkfiltes irodaépület, itt több cég található, de az önkormányzattal kapcsolatban keressék elvileg a kolléganő egy gazdasági programról van szó, melyben tehát Magyarország összes önkormányzata megtalálható, de részletesen akkor ő tájékoztatja, mert jobban tudja, hogy miről beszéltek. Jó. Hasonló telefonos megkereséseknél több tényező is gyanús lehet, mondta el Pardavi Máté ügyvéd, aki egyébként a település alpolgármestere is. Az a személy, aki telefonál, az érthetetlenül vagy nagyon gyorsan mondja el a társaságnak a nevét, és nagyon gyorsan szeretne olyan nyilatkozatot kérni a telefonvonal a másik végén lévőtől, hogy fogadja el, vegye igénybe, vásárolja meg. Tudni kell azt, hogy a polgári jogban a távollévők között kötetett jogügyletek esetében az elfogadó nyilatkozat, a telefonon tett elfogadó nyilatkozattal létrejön ugye a szerződés a felek között. Ilyen esetekben általában csalásról vagy gazdasági csalásról van szó, ez az elkövető jogi helyzetétől is függ, folytatta az alpolgármester. Amennyiben nincs is olyan gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, akinek a nevében eljár, és ezáltal vagyoni hátrányt okoz, gazdasági csalásról beszélhetünk. Amennyiben viszont van, és akár egy létező társaság nevében jár el, ő saját maga javára, ezáltal ugye kárt okoz, itt viszont ugye csalásról, az egyszerű csalásról beszélünk értelemszerűen. A törvény mindkét bűncselek mindkettőtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. Az újfalusi polgármestert a cég egyébként visszahívta, ezt követően pedig e-mailben küldött egy éves csomagra vonatkozó árajánlatot, valamint szolgáltatási tájékoztatót számára. A dokumentumokon feltüntették a cég nevét és elérhetőségeit is, az interneten azonban csak minimális információt lehet találni róluk. A 2016-os költségvetésből a győri buszközlekedésre 200 millió forintos támogatást szavazott meg a közgyűlés. A városvezetők szeretnék, hogy több utasnak tudjanak megfelelni a buszok, és mindenképp el akarják kerülni, hogy a téli járat kimaradások megismétlődjenek. A pénz felhasználásának részletei még nem ismertek, de az biztos, hogy a híradónk által megkérdezett utasok szerint is szükség van a tömegközlekedés fejlesztésére. Az idei év második közgyűlésén a 23 napi rendi pontban helyet kapott a győri buszközlekedés jelenlegi állapota és fejlesztési lehetősége is. Győr polgármestere Borkai Zsolt osztotta a véleményt, hogy javítani kell a tömegközlekedés minőségén. Az első javaslatot az lenne, hogy akkor 200 millió forinttal egy új tételként a közösségi közlekedés járműparkjának javítására mintegy 200 millió forintot tegyen a költülés, és ez a forrás pedig a pályázati őrészből van. A döntéssel mindenki egyetértett, ugyanis az ellenzéki frakció is kérte a tömegközlekedés minőségének emelését. Az érintettek, vagyis az utasok szerint sok mindenen lehetne és kellene is változtatni, illetve javítani a jövőben. Többeknek új buszok jelentenék a megoldást a problémáikra. A régieket le kellene már cserélni, ezeket a lépcsős buszokat. Főleg az idősebbeknek egy kicsit problémás arra fölkapaszkodni, úgyhogy az főleg. És nagyon jók azok a színbe lévő buszok, amikre hát csak fel kell lépni.
Az utazók úgy gondolják, hogy néhány buszjárat menetidejét és útvonalát is újra kellene gondolni. Rövidebb útvonalon közlekednének a buszok. Például a Gyirmonti az egyes, kimegy elő Marcalvárosba, a Kálvária út, akkor Ménfőcsanakra bemegy, ahova a 100 busz jár Ménfőcsanakra, idézőjelbe, és a Gyirmonti meg keringő. Akkor a 14-es kimegy a Magvasig. Mire beér Marcalvárosba, az ember lekésül a csatlakozást. Meg az a baj, hogy nem várják meg a csatlakozást a buszok. Az igények szerint a városi programok és a buszjáratok összehangolása is fontos lenne. Vagy például a nyugdíjas egyetemre járok, na oda mentem az őszi időszakba például busszal egyszer-egyszer, és az tudott dolog, hogy na most olyankor az összes nyugdíjas kivonul az egyetemre, és szinte sajnáltam az egyetemistákat, az igazi egyetemi, a fiatalokat, hogy ők nem tudtak felszállni például már a Bartók Bélán. A kívánság listán szerepel mindezek mellett még a hétvégi járatok sűrítése is. Főleg vasárnap, szombaton, akkor nagyon nehéz az összeköttetés, úgyhogy lehetne mit fejleszteni rajta. Konkrét intézkedések még nem ismertek, de mindenki abban bízik, hogy a januári járatkimaradások nem fognak többet megismétlődni a városban. Nem sokára újra régi fényében pompázik a győri városháza díszterve. A felújítás során a termet korszerű modern technikával szerelték fel, ugyanakkor hangsúlyt fektettek arra is, hogy korabeli hangulatot idézzen a díszterem és annak környezete is. A városháza felújításának harmadik ütemére az önkormányzat 350 millió forintot szánt. A felújítási munkálatokat augusztus végén kezdték el, a díszterem és környezete pedig már a korabeli hangulatot idéznek. Az utolsó simítások vannak már csak hátra. Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy visszaállították az eredeti ülésrendet, ami a hagyományoknak és a tűzvédelmi szempontoknak is jobban megfelel. A székeket félkörívben helyezték el, a pulpitus pedig az ablaksor elé került. Az emelvényt egyébként az eredeti másaként készítették el. A felújítás során korszerű, modern technikával szerelték fel a termet, megújult a hang és a szavazórendszer is. Emellett pedig felújították a nyílászárókat, kiépítették a hőszigetelést és a szellőzést is megoldották, valamint ezentúl új, jobb teljesítményű radiátorok ontják magukból a meleget. A korszerűsítéskor fontos volt, hogy a díszterem és annak környezete visszanyerje eredeti hangulatát, ez a színekben és a díszítő elemekben is megmutatkozik. A terem burkolatát is kicserélték, és a két csillert is rekonstruálták, ezen túl leereszthetőek lesznek. A március 15-i díszközgyűlés lesz az első, amit a felújított teremben tartanak. 1150 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak a NAV ellenőrei egy bolgár kisbuszban Rajkánál. A cigit az ülések alá, valamint a kárpitok mögé rejtették el a csempészek. A rendőrök a mintegy 650 ezer forint értékű árut az átalakított kisbusszal együtt lefoglalták, és a kocsiban utazó mind a 9 emberrel szemben költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést. A benzinára 3, a gázolajé 4 forinttal emelkedik péntektől. Az emeléssel mindkét üzemanyag típus átlagára 306 forintra nő. Legutóbb szerdán változtak az árak, akkor a benzin átlagára 3 forinttal emelkedett, a gázolajé nem változott. A benzinár 2012. április elején érte el a csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került, és a gázolaj ára is hasonló szinten mozgott. Habár ettől a szinttől a mostani árak messze vannak, a tankolás helyére továbbra is érdemes figyelni, hiszen az egyes kutak között akár 25-30 forintos árkülönbség is előfordulhat. Két ponttal tért haza Debrecenből a győri Audi Etókácén női kézilabda csapata. A civis városban szinte hazai pályán játszó Kis Éva vezérletével könnyen győzték le a házigazdákat. Az erőltetett menetben azonban sok idő nincs a pihenésre. A szerdai forduló után a csapat már a pénteki MTK elleni mérkőzésre készül. A KNTH női kézilabda bajnokság 20. hétközi fordulójában a győriek Debrecenbe látogattak. A civis város közönsége a mérkőzés előtt megemlékezett a múlt héten közlekedési balesetben elhunyt 3 társukról. Az emlékezés után aztán jöhetett a mérkőzés, melyet Kovacsics Anikó gólja nyitott meg. A vendég együttes 5-1-re nyerte az első 10 percet, ezután aztán belelendültek a hazaiak is, és felvették a mérkőzés ritmusát.
A játékrész hátra lévő részében szinte felváltva estek a gólok, így a zöld mezesek meg tudták tartani a félidő elején összeszedett 4 gólos előnyüket. Örülünk nagyon, hogy ennyi labda jött le szélre. Ez mindig mérkőzéssel függ, van, hogy fejenként egy-egy labdát kapunk, és azt kell kihasználni. Most nagyon betömörült a debreceni fal, és rengeteg labdát le tudtak húzni a belső játékosaink, úgyhogy köszönjük szépen nekik. Nagyon jó mérkőzés volt, a kezdetektől kezdve a kezünkben tartottuk a meccset, és végigvezettünk. Egy fantasztikus hangulatú pályán vagyunk, hihetetlen jó szurkolótábora van a Debrecennek, úgyhogy úgy érzem, hogy egy jó iramú és hasznos mérkőzést játszottunk. A debreceniek játéka a második félidő elején is akadozott, akár csak a mérkőzés legelején, a győriek pedig nagy iramot diktáltak. Sokszor a szélen sebezhető volt a debreceni alakulat, így a második félidő közepére könnyen 10 góllal lépett el a vendéggárda. Ez köszönhető volt azonban egy 6 perces hazai gólcsendnek is, melyben Kis Évának is nagy szerepe volt. A mérkőzésen a győriek, most szinte hazai pályán játszó kapusa nem csak a védéseivel segítette csapatát, hanem a második félidőben a hazai a kapujába is betalált. Szerintem nagyon jól játszottunk, jó volt, jól működött a védekezés előtt, ami könnyebb dolgom volt hátul. Igen, egy jó sokáig játszottam, itt voltak a szüleim, és úgyhogy ez külön pluszt jelentett. A 12 gólos előny után az Eto egy kicsit visszavett a tempóból, de így is könnyen győzte le a tabella 6. helyén álló debrecenieket. A győzelem egy percig sem forgott veszélyben. Probléma egyáltalán nem volt, sőt, annak ellenére, hogy nem volt teljesen azért tudatos, hogy ma a szélek és a vonaljátékosok a beálló pozícióból fejezzünk be, viszont én azt gondolom, néha hiányzik ez a játékunkból. A többi mérkőzéseken talán kevesebbszer használjuk a szélt, és talán többet fejezünk be középen. Ez itt teljesen jó volt, hogy ma azok a játékosok, akik esetleg máskor kevesebbszer kaptak lehetőséget, egyáltalán labdát, ma tudtak élni a lehetőséggel, és hát mind bal, mind jobb szélről én azt gondolom, hogy kiválóan teljesítettünk. A végeredmény DVSC TVP, Győri Audi Eto KC 19-28. Eduarda Amorim 3 évvel meghosszabbította lejáró szerződését, Kovacsics Anikó viszont a Ferencvárosba igazol a Győri Audi Eto KC-ból. Eduarda Amorim 2009 óta erősíti a Győri Audi Etót, amellyel azóta 2 bajnokok ligáját, 5 magyar bajnoki címet és 6 magyar kupát nyert. Kovacsics Anikó 2007-ben került a győriek felnőtt csapatához, és szintén részese volt a klub legnagyobb sikereinek. Rajta kívül távozik a csapattól a szezon végén a norvég Linus Ulland is. Az ő helyére érkezik honfitársa Nora Mörk a Larvikból. A győri Audi Eto bejelentette azt is, hogy Planéta Simonetta szerződését szintén 3 évvel hosszabbította meg, de az átlövő jövőre a német Thüringernél játszik majd kölcsönben. 2 fiatal is lehetőséget kap, Uhalák Szidónia és Kis Nikolák jelenleg a Moson-Magyaróvárt erősíti, utóbbi kölcsönben egyelőre marad is a testvércsapatnál. A klub egyébként még tárgyalásokat folytat a szélső posztok betöltésére. Végletekig kiélezett mérkőzésen Laklót Anna utolsó másodperces kosarával tudott győzni a CMV Cargo Uni Győr a női kosárlabda Magyar Kupa 8-as döntőjében a Szekszárd ellen. Az első negyed kiegyenlített játéka után valamelyest ellépett a győri csapat, majd a Szekszárd 18 ponttal nyerte meg a 3. játékrészt. Innen sikerült az utolsó negyedben az egyenlítés, majd a lefújás előtti pillanatokban sikerült a fordítás is, a végeredmény 64-62 lett. Szerdán délután megkezdődött a Győr Open elnevezésű úszóverseny sorozat tavaszi állomása az Aqua Sport Központban. A viadalt immár 6-szor hívták életre. A cél elsősorban az, hogy a fiatal versenyzők profi körülmények között jó időeredményeket úszhassanak. Ezúttal csaknem 400 úszó nevezett, közülük néhányan akár az olimpiai szintet is teljesíthetik. 10 évvel ezelőtt megrendelt marketing szolgáltatást fizettetne ki egy cég Győrújfaluval. Ilyen megrendelésről azonban a polgármester nem tud, és fizetni sem hajlandó. 200 millió forintot költ Győr a városi buszközlekedés fejlesztésére, erről is döntött a közgyűlés. A Híradónk által megkérdezett utasok szerint új járművekre és összehangoltabb menetrendre lenne szükség. 28-19-re tudott győzni a győri Audi Eto KC női kézilabda NB1 szerdai játéknapján.
a Debrecen otthonában. A zöldfehérek így továbbra is vezetik a tabellát, igaz, az egy pontos hátránnyal álló Ferencváros egy meccsel kevesebbet játszott. Korodi Petra természetesen ma este is itt lesz velünk a stúdióban, hiszen ezúttal sem maradhatunk programajánló nélkül. Szia Petra, mit ajánlasz nekünk csütörtökre? Szia és köszöntöm a nézőket! A sós tenger illata ezzel a címmel ismét éjszakai fürdőzést rendez a Győri Rábakvelle élményfürdő holnap. A szaunák mellett az élmény elemek is működnek majd pénteken. Éjszakai fürdőzés tehát holnap este 9 és éjfél között a Győri Rábakvellében. Aztán a héten még látogatható Borbély Károly önálló kiállítása Moson-Magyaróváron a Flash központban. A 2014-es Art Flexum téli tárlat díjas művész önálló kiállítása szombaton este 6 órakor zár. Aztán alkossunk kreatív klubot, kreatív rajzos foglalkoztató Tatabányán a József Attila Művelődési Házban. Ez a program a kicsik mellett a nagyoknak is szól, mindenkinek, aki szeret rajzolni és szeretne új technikákkal megismerkedni. A kreatív klub holnap délután 4 órakor kezdődik a Tatabányai József Attila Művelődési Házban. A folytatásban pedig időjárás jelentés. Esős reggelre és változóan felhős folytatásra lehet számítani pénteken északnyugaton az előrejelzések szerint. Pénteken hajnalban az esős időben 2, míg reggel 5 fok körüli értékek valószínűek. Pénteken délutára többfelé aláphagy a csapadék, néhol a nap is kisüt majd, a nappali csúcshőmérséklet 4 és 8 fok között alakul. Péntek estére is változóan felhős, azonban esőmentes időt ígérnek, a nap végén 3-4 fok valószínű. Marad a csapadékos idő a folytatásban is északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint, van, ahol egész nap esni fog. Szombaton a reggeli és az esti órákban 2, amíg napközben 8 fok valószínű, esős lesz az idő. Az eső a folytatásban is marad, a nap elején és végén 2, amíg nappal 7 fok várható. Hétfőre is mondanak csapadékot a meteorológusok, reggel és este 1, amíg napközben 7 fok valószínű. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió adását látták március 3-án csütörtökön friss híradóval, legközelebb pénteken este 7 órától várjuk majd Önöket. Addig is munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.